Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és önök a Kút című műsort látják itt a Pax TV-ben. Az elején szeretném elmondani, hogy ez a mai egy felvett adás, ezért kérem önöket, hogy ne telefonáljanak, de ha van bármilyen gondolatuk, amit szívesen megosztanának, vagy kérdésük, akár hozzám, akár a vendégemhez, akkor ezt megtehetik az e-mail címünkön, a kutpaxtv@gmail.com e-mail címen. Ezt az e-mail címet többször látják majd kivetítve az adás folyamán. Bátran írjanak, és ígérem, hogy válaszolni fogunk akár a kérdésekre, akár a hozzászólásokra. Az elmúlt héten egy nagyon izgalmas beszélgetést láthattak Pintér Bélával. Azt gondolom nem kell őt bemutatni, nagyon sokan ismerik és szeretik őt itt ebben a hazában és a határon kívül is. És én nagyon örülök annak, hogy ebben a mai adásban újra vendégül láthatom őt. Az elmúlt héten egy személyes beszélgetést láthattak a kedves tévénézők az életéről, megtéréséről, Szentírással való kapcsolatáról. Ma pedig azt fogjuk megnézni, hogy milyennek látja ő a fiatalok között végzett missziót, hiszen az életének egy jelentős része erről szól, nagyon sok tapasztalata van, nagyon sok felé járt szerte az országba, nagyon sokakkal találkozott, és azt gondolom, hogy sokat tanulhatunk és épülhetünk mindabból, amit ő átélt, megtapasztalt, és amit rajta keresztül cselekedett az Isten. Én nagyon köszönöm neked, hogy újra eljöttél, és azok számára, akik nem látták az elmúlt heti műsort, vagy most látnának téged először, egy pár szóba mutatkozz be, légy szíves, kicsit az életedről, családodról, megtérésedről, szolgálatodról. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Engem Pintér Bélának hívnak, itt szoktam kezdeni a koncertjeimen is, Debrecenben élek, egy feleségem van és négy gyerekem. Ez a legfontosabb, ami így emberileg azt gondolom elmondható rólam. 25 éve írok dalokat, szerzek zenéket, amelyek kivétel nélkül az Isten szeretetéről és szépségéről szólnak. És ezek segítségével szeretném bemutatni a Biblia Istenét, azt a szeretetet, amiből lehajolt az emberhez, ami megváltoztatta az én életemet is. A legfontosabb dolog az, hogy bár zenész vagyok, és így szoktam bemutatni esetleg énekes dalszerző, de ez nálam egy ilyen eszköz dolog. Tehát mindenképpen arra tettem fel az életemet, hogy az üzenetet átadjam, arra tettük fel az életünket feleségemmel együtt, hogy az üzenetet át tudjuk adni, és ez egy nagyszerű közvetítő anyagot, a zenét találtuk, illetve kaptuk az Istentől ajándékként, és ebben mozgunk immáron közel negyed évszázada. Erről szól az életünk. Említetted, hogy ez a célod a dalokkal, hogy az Istenről tegyetek bizonyságot, meg őt bemutassátok. Soha nem volt olyan korszak az életednek, amikor még szerelmes dalokat írtál, vagy valami más? Nem. Nem? Nem. Nem. Egyszer-kétszer megkértek ilyenre, hogy például rádióreklámot készítsek, vagy énekeljek, fölírjak, és nem ment. Aha. Nem tudok rendelésre dalt írni. Szerelmes dalaim vannak, méghozzá esküvői dalaim. Aha. Éppen gondolkodunk azzal, hogy esetleg ebből is egy valami albumfélét csinálunk, mert ezek ugye nem kerültek publikálásra, nem kerültek ki a nagy nyilvánosság elé, mert adott párnak szólt, sokszor még név szerint is, hogy megmutatják, milyen paramétereket tartalmazzon, és akkor meg, de hogy gyűltek az évek, évtizedek során, és van egyfajta hiánycikk is ebből azért, vagyis hiánycikk a keresztény zenei palettán, úgyhogy elképzelhető, hogy jó, hogy eszembe jutotta tényleg a szerelmes dalok. És a te megtérésed az összekapcsolódott azzal, amikor zenélni kezdtél, vagy már korábban? Hát tulajdonképpen 0 éves koromtól zenélek, énekelek, én baptista család sarjaként láttam meg a napvilágot. Igazából van ez a mondás, hogyha három baptista összejön, akkor 4 szóramra tudnak énekelni. És ez tényleg így van. Van egy ilyen ajándékunk, vagy ajándékuk. És hát én is benne voltam ott énekkarban, zenekarban, ifjúsági kórusban, mindenben, amiben csak lehetett zenei szinten, és hát csináltam ezt a részét. A megtérésem után vált hivatásommá elhívásom, ismertem fel az elhívásomat, és lett a pályám. Tulajdonképpen az, hogy dalokat írjak, és ezekkel járjam az országot. És hogy kérdezem meg, hogy egy olyan családgyermekeként, aki az egész életét a templomba töltötte, tehát ugye kiskorodtól jártál, igen, mit jelentett számodra a megtérés? Hogy élted mindezt át? Heti 4 alkalommal gyülekezett, 2 péntek, vasárnap, délelőtt, délután. Aztán 14 éves kor fölött már ifjúsági alkalmak, és az még plusz szombat, tehát 5. És még az egyéb nem folyamatos rendezvények, különböző hálaadónapok, egyébként.
Úgyhogy tényleg szinte az életünk felé gyerekként ott éltük az imaházba, a gyülekezetben. Aminek megvan a rengeteg előnye. Tehát ad egyfajta védettség, ad egyfajta burkot, ami sok esetben meg, vagy néhány esetben, inkább így fogalmaznék, meg hát inkább nehézség. Nem akarok erős szavakat használni, de az ember kikerül a világba, és akkor ott azt érzi, hogy itt ilyen szabad esés van. Hát mi ez? Hogy én eddig ez tényleg a való világ? Tehát ezzel szembesülni ott, én kollégiumban volt szerencsém ezzel szembesülni, ott látni ott az ottani tizenéveseket, akik világi háttérből jöttek, és teljes döbbenet volt számomra, hogy hogyan tudnak élni családok. Nekünk természetes volt, hogy apukám van, anyukám van, és már akkor is, 30x évvel ezelőtt is nagy szónak számított a teljes család. Nagyon érdekes van. Például ez csak egy szegmens, ez csak egy része. És maga a megtérés is ilyen szempontból egyfelől könnyű volt. Mert azt mondtam, hogy ezer íziglen baptista vagyok, mindenki, szüleim, nagyszüleim, dédszüleim ott vannak, és én egy jó ember vagyok, és a megtérés az talán azoknak szól, akik kint vannak a világban. És hát. Ugyanakkor meg hát a Krisztussal való személyes találkozás azért elmondja, hogy nincs ember, aki jó. Mert hogy ahogyan az írás is fogalmaz, már az anyukánk bűnben melenget bennünket az ő méhében is. És erre rá kellett ébrednem is, rá kellett jönnöm is, hogy az években haladtam előre a tinédzserkor, a különböző dolgok azért az én életemre is hatással voltak. De az, hogy mit jelentett a megtérés, akár így, akár úgy, mindenképpen egy pálfordulást, egy 180 fokos fordulatot jelent, mert ha más nem, akkor az én központúságomból, vagy a világhoz való hozzáállásomból, a jövőképemből, amit addig más hatások formáltak, egy Krisztus felé fordulással ezek is megváltoznak, és ezekből is lehet egy másik utat járni Jézusban. Nagyon sokat szoktak gondolkodni azon emberek, ezen a furcsának tetsző kérdésen, hogy kinek nehezebb megtérni, annak, aki nagyon-nagyon látványos bűnökből érkezik, vagy annak, aki egy keresztény családba. Ezt akartam az előbb valahogyan ecsetelni. Ezért is szeretnék azért még egy kicsit erre rákérdezni, mert azért egy keresztény családban, ha az ember így éli az életét, hogy heti 4 istentisztelet és egyebek, akkor azért hajlamos azt érezni, az én életemben minden rendben van, és lám-lám mások életében pedig milyen bűnök vannak. Volt olyan alkalom, vagy mi volt az, amikor ez így átbillent nálad, hogy amit korábban átéltél, az főleg tudás volt, nagyon sok mindent tudtál az Istenről, de amikor ez a 180 fokos fordulat megtörtént. Nagyon jó, hogy így vezeted be, hogy így kérdezed, mert tulajdonképpen a megtérésem is tudás alapú volt. Az első megtérésem, ami igazából rájöttem, aztán később, hogy nem is volt az. Tehát elmondták, hogy ebben a korban már illik. És én jó keresztény fiúként ennek engedelmeskedtem. De nem volt belül változás. És azóta is, talán pont ezért is engedte meg Isten, hogy ez így legyen. Azóta is az ászlomra tűzöm azt, hogy az uniformizálás az nem az Isten sajátja. Tehát, hogy így kell, és akkor mindenkinek így kell, aki ebben a rendszerben működik. Hanem az Isten egyénekben gondolkodik. És azt mondja, hogy neked kell, és el fogom mondani, hogy hogyan kell. És a másiknak még nem biztos, hogy pont ugyanúgy, sőt. És hát 1987-et írtunk, 14 éves voltam, és akkor mondták, hogy az ifjúsági csoportba, ahová járok, ott mindenki, meg egy idős néni csatlakozott még hozzánk, de ott mindenki döntött az Úr Jézus mellett, és Bécikén már csak te vagy, aki nem is, tessék összeszedni magad is. Én összeszedtem magam is, hogy lenne maradjó, hát akkor nem maradok rá. És a baptista gyülekezet, bemerítkezés, ahogy ez kell. És jött a hétfő, és én vártam a csodát valahol talán a bemerítkezéstől, mint hogyha a víznek lenne valami a misztikus ereje, hogy akkor lemegyek a bűnösként, és följövök tisztaként, és hogy fú, ez milyen klassz. De ez nélkülem nem megy, a személyes döntésem nélkül nem megy. És 14 évesen ezt én még nem fogtam föl, vannak már érett 14 évesek, én nem tartoztam ezek közé a magam idejében. És jött a hétfő, és folytatott az életem, és nem történt semmi, és akkor ez egy ilyen sekélyes, és akkor kezd az ember beletörődni, hogy akkor ez egy ilyen sekélyes történet lesz, és ebben nincs több. Aha. És akkor hát ez egy ilyen lesz, és nem lesz több. És eltelt 3 év, így.
és aztán pedig megérintett az Isten. De az egy másik történet. Vagy illetve nem, hát ugyanez a történet, hiszen a megtérésemről kérdeztél. Elmentem egy gyülekezeti alkalomra, ahol akkoriban nagyon sok fiatal járt. Jött a rendszerváltás, bejöttek az új gyülekezetek, amit én fiatal srácként, ha meg akartam határozni, vagy mi az, ami felkeltett az érdeklődésem, mert dobszerkó volt a gyülivel, és fiatalos énekeket énekeltek. És meghívtak engem is. És érdekel, persze, nyitott voltam is. Mindig zavart az, hogy nem akarok sekélyes lenni. Tehát tényleg mi van ebben, hogy miért van az, hogy valaki találkozik az Istennel, és kipirul az arca, és kivirul, és látod, hogy mi történt? És miért van az, hogy más is találkozik, és semmi is kérdezel, akkor azt mondja, hogy azért, mert mély az örömöm, tudod, belül van. Hogy akkor ez hogy is van, és ezt én kutattam ugye magam módján 18-19 éves, sőt még előbb, hát 16 éves korom környékén. És akkor vetődtem egy ilyen gyülekezetbe, és akkor járogattam, nézegettem, ízlelgettem. Míg nem egy hétköznap este, talán csütörtök este volt, ugyanígy egy ilyen nézegetős feelinggel így elmentem, hogy hát egy kicsit, meg hogy úgy milyen érdekes, és rengeteg fiatal van ez már önmagában. És akkor megérintett az Isten, és betöltött engem. És kaptam egy csókot a mennybe, a mennyből, és megtértem. És hazamentem, és mondtam, hogy valami történt. Hát néztek rám, őszintén szólva, szüleim is, tesóim is, hogy merre jártam. De az Istennel találkoztam. És ez volt az a pillanat, ami aztán megváltoztatta az életemet, és ahogy így szokták ilyenkor mondani, az események felgyorsultak. És követte egyik felismerés a másikat, és egyik csodálatba esés a másikat, és egyik felfedezés a másikat, és hát elindult a keresztény életem. Aha. Miközben ezt mondtad, ugye a kamera téged vett, de én végigmosolyogtam méghozzá azért, mert mint a saját élettörténetemet hallottam. Tényleg? Azt tudtam, hogy egy évben születtünk, de azt, hogy 17 évesen ugyanúgy elmentél egy akkori ilyen modern gyülekezetbe, mint én, ugyanezzel a háttérrel, csak evangélikus, nem baptista háttérrel, és ugyanúgy 17 évesen egy ilyen keresztény könnyűzenei alkalmon modern körülmények között egy bünkösdi gyülekezetbe változott meg az életem. És azért érdekel, és azért szeretem mindig, ha erről is beszél valaki, mert volt kábítószerestől kezdve börtönben ülő férfiak, nagyon sokan voltak itt. Ezt is nagyon jól látni, ezeket a bizonyságtételeket. De nagyon sokan éppen azt élik át, hogy benne vagyok egy gyülekezetben, egy közösségben, legyen katolikus, bár ott nőttem föl, de igazából soha nem éltem át, hogy mi az a megtérés. És ezért nagyon jó hallani azt, hogy ebből a háttérből is az embert ki tudja ragadni az Isten. És ugyanezt éltem át, hogy egy teljesen jó fiú voltam, gyülekezetben jártam, hetente négyszer, nem mondjuk nálunk kicsit, de heti három az megvolt, és egyszer csak valami megváltozott. Igen. A zenei talentumot én nem kaptam mellé, de hagyj kérdezzem meg, hogyha a mai eszeddel visszamennél ahhoz a 13-14 éves Pintér Bélához, te hogyan vezetnéd őt, vagy mit mondanál neki? Miben lenne más, mint amit neked mondtak, hogy Béla testvér, még csak te nem tértél meg, és kapd össze magad? Ez mindig érdekes kérdés, mert hát mai eszemben. Hát a legfontosabb az lenne, hogy légy önmagad, amit mondanék. Tehát, hogy vállald fel, ha nem. Mondd azt, hogy nem. Tehát mondják, hogy már csak te hiányzol, ja jó, akkor jövök, hanem én még nem vagyok kész. Tehát, hogy így egy ilyen... Igen. Ezt mondanám talán, ez lenne a legfontosabb. De azt gondolom, hogy ehhez mondjuk azt kell, hogy egy olyan lelkipásztor legyen, aki ilyenkor nem néz rád mérgesen, hanem ezzel az úton tud segíteni, nem? Tehát... Valószínűleg ő sem nézett volna annak idején rám mérgesen, bennem volt egy ilyen megfelelési kényszer. A megfelelési kényszer, írtam egyszer elő egy dalt is, a megfelelés hegye, amit próbálunk megmászni, aztán mászunk, és rájunk, hogy nincs teteje neki, nem lehet a teteje, nem lehet azt mondani, hogy igen, megfeleltem mindenkinek, ilyen nincs. Erről mindig hamarabb le kell tenni, annál több energiát meg tudunk spórolni magunknak. Na nincs más, csak te, ugye? A Csak te című dal, igen. Igen. Hát jó. Jó, egy kicsit beszélgessünk arról, amikor megtérésed után elkezdtél a zenével foglalkozni, már keresztény szempontból. Hogy emlékszel vissza az első dalaidra, és miért volt annyira erős benned az indítatás, hogy a gyermekek felé forduljál? Még egy picit az átmenetről. Jó.
beszélnék, hiszen a zenei munkásságom, a zenei pályám szakmai alapjaihoz azért nagyon sokat hoz, szakmai alapjaihoz is nagyon sokat hozzátett a gyülekezet, hogy említettem zenekar, énekkar, egyebek. Ott azért ezek működtek, és amikor felismertem az elhívásomat, akkor már volt mire építkezni, ilyen szempontból is, és hát szellemi értelemben is, tehát nagyon sok mindent tanultam és kaptam ott. Csak egy picit az élét szeretném elvenni annak, hogy most úgy tűnjön, hogy akkor a modern gyülekezet a jó és a régi az a nem jó, egyáltalán nem erről van szó, minden az egyénen múlik, bármilyen közegben is legyen. És ott tulajdonképpen ott indult az én szolgálatom, és jött az Isten elhívása, amire már tudtam rezonálni, nem egy vadidegen dolog volt, hogy eszik, vagy isszák, vagy mi, hanem már gyerekkoromban a nagymamámnál az udvaron én már elővettem a zacskót és a fésűt, gyorsan tovább mondom, mielőtt bárki másra gondolna, miért veszi elő a tinédzser a zacskót, hogy a fésűt, és akkor az ilyen fura hangot ad, és akkor én dallamokat szereztem, és ez már úgy bennem volt, szerettem volna valamit kifejezni. Hát akkor még a csatornáim nem voltak meg, és nem a YouTube-ra gondolok, de hogy így ezt milyen formában is hogyan osszam meg, de belső örömömre és a magam megelégedésére és megelégítésére, vasárnapi ebédek után én bementem furuljázni a kis szobába még a családdal. Hát voltak ilyen, és ott ilyen magam kreált dallamokat játszottam, és nem tudtam, hogy ez Istennek, vagy hogy nem volt ez így külön jelezve, de nekem egy megnyugvást adott, vágytam, hogy újra belekerüljek abba az atmoszférába. Ez egy csodás, csodás valami volt. És azóta is a dalt írok, vagy színpadon állok, ebbe az eredetiben, nem emberektől függőben, nem az itt a közönség is valamit adni kell, be akarok visszamenni, és legtöbbször ez sikerül is, hogy csak ő és én. És ezt, hogy mások is hallják, ez habatortán, de nem arról, nem a másokért van ez, hanem róla szól. És így tudok valamiféle csatorna lenni, és tud ő megnyilvánulni a hitem szerint, mindazon keresztül, amit csinálok. Na, de mi is volt az eredeti kérdés? Előtt az, hogy amikor elkezdtél írni, akkor sok CD-d megjelent gyerekdalokkal. Igen, hát először még kazetták. És az első kazetta 1996. Ez első gyerekkazetta. Az első kazettám az 1995-ben a szóló kazetta előtte egy Krisztiánus nevezetű zenekarral én már énekelgettem. 92-3-ban már, éppen nagy örömömre 25 év elteltével, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25 is van az már, 25 év elteltével újra formálódik ez a csapat, és egy maxi lemez erejéig, most fejeztük be nemrég a stúdió munkákat, újra énekünk. Szóval az első az egy szóló lemez volt 95-ben, és 96-ban a most már nagy felnőtt lányom, 96-ban kicsike volt, meg aztán óvodás volt. És a gyerekdalok egy része akkor született, akkor nagyban dívott a padödő ott az ovisok körében, mert ilyen kis, és akkor, és jött haza, és padödőt énekelt. És akkor mondta, hogy? Hát keresztény család, hogy nagyon padödőt énekeljél. És hogy észrevettem, mennyire megfogja a gyerekeket ez a, hát így szoktuk nevezni, tudsz zene, mert a ritmus érzékük valami hallat, és rámozdul, és a szövege az egy természetesen más dolog, de hogy milyen formába és milyen köntösbe kellene bújtatni ezeket a gyerekdalokat, hogy Jézusról való üzenet átmenjen nekik is. Ugyanazokat tanultam még vasárnap iskolán, mint amiket én tanultam, meg talán még az anyukámék is. És a gyerek is jött haza az imaházból, a gyülekezetből, és ugyanazokat énekelte, de a világban közben már egy másfajta zenei stílus, és az oviba ő ezt nagyon élvezte. És akkor miért ne lehetne ilyen jellegű gyerekdalokat? És akkor megosztottam egy-két barátommal, és felük azt mondta, hogy nem kéne ehhez hozzányúlni, hagyjuk, járt utat, járatlan ez, ugye? A másik felük meg, fú, hát akkor ebben valami lehet, kezdjünk bele, vágjunk bele. És akkor így elkészült 96-ban az első gyerek kazettánk. Ebből van neked még? Mi? Egy kazettád. Az elsőből? Aha. Hát valahol talán elfekvőd, de... Azért ez... Most már az lassan értéket jelenti. Bár most a legutóbbi koncertünk után egy kedves idős hölgy jött, és mondta, hogy szeretnék kérdezni, kazettánk van? Az már nincsen, nem gyártanak már. És elkészült az első kazettánk, aminek a vízhangja semmilyen nem volt, semmilyen rezonálás nem volt rá, semmilyen reakció befulladt. És azt mondtam, hogy ez egy téves út, rosszul értettem valamit. Kis kudarc is volt. 3 évig nem is nyúltam. Hát és aztán 99-ben jött meg az áttörés.
Mert hogy az első gyerek kazettán, most akkor, hogy pontosítanám is magam, az első gyerek kazettán még nem nyúltunk feltétlenül stílusban nagyon elrugaszkodva a megszokottól dolgokhoz, hanem aztán 99-ben. Igen. És akkor az került be nagyon sok gyülekezetbe, és hát a mai napig nagy örömömre. Az is, illetve hát az azóta megjelent sok-sok gyereklemez valahol része. Sőt, kaptam egy fotót nem olyan régen interneten, és egy általános iskolai tankönyvben az Új Szív című dalom tananyag részét képezi, és hát hittanon, vagy biblia ismeret órán, vagy nem tudom pontosan, hogyan nevezzem, ott van, és elemzik a gyerekek a dalt, ami hát óriási öröm számomra. Napozgatnak, Babics Mihály, térvére. A múltkor nagyon cuki volt, énekeltünk, és akkor jött a kisgyerek, és akkor mondta, hogy ja, hát őket ismerem, ők Bartók Béla és a Csemeté. És mondom, majdnem. A Béla stimmel, a többi nem. Aha. És mellette azért nagyon sok felnőtteknek szóló CD-d is megjelent. Ez egy más fajta lelkület kell hozzá, amikor felnőtteknek írsz dalokat? Nem feltétlen. Nem feltétlen. Lelkület kell hozzá, jó lelkület, úgy, vagy hát valami, amit az Isten ad nekem. Megdöbbentő számomra egyébként, ahogyan látom azt, hogy most is egy új gyereklemezzel készülünk, és nagy bajban vagyok. Mert a koncerten vagyunk, megkérdezem például a gyerektől, hogy még a kedvenc dalod. Három közül fog valamit mondani, és soha nem gyerekdalt mond. Akármilyen kicsi gyerek. Homokba írva, csak te, ki vagyok én. Ez mind a három nagy horderejű, mély levegős dal, olyan nagyon átgondolós, tényleg úgy kifejezetten felnőtteknek. És a gyerek, talán az internet egyéb miatt, amiről klip van, amit hallgat, valahogy ezek találják meg őket is. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy mit nevezünk gyerekdalnak. Nagyon érdekes. Bocsánat, közben szólok, ez fordítva is igaz. Az egyik istentiszteleten egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt a dalodat lejátszottam, és egy nyugdíjas néni jött oda hozzám, hogy milyen sokat jelentett neki, és mennyire megszólította itt a szöveg. Tehát ez úgy látszik, oda-vissza hat az emberek életébe. Azzal itt azt én is tapasztaltam még iskola lelkészként, hogy mondjuk a homokba írva, az nagyon telibe találja mondjuk akár a középiskolás korosztályt, érzelmileg, lelkileg, mindenhogy. Tehát, de nagyon sokszor a gyerekdalok szólítanak meg felnőtteket, és ahogy mondod, ez érdekes, hogy ez visszafele is hat, hogy ezek a komoly. De ez mondjuk azért lehet jó, mert én akikkel találkozok és ismerik a te dalaidat, mind a kettőt ismerik általában, mind a két fajtát, a kisebbeknek és a nagyoknak is ír dalokat, mert kisgyermekes családok hallgatják a kocsiba. Igen. És egyszer a gyerekdalokat hallgatják, amit a szülő is megtanul, utána meg fordítva. Igen. És hagyj kérdezzem meg tőled, hogy most a szolgálataid milyen arányban vannak akár a csemetékkel, akár a felnőttek felé? Nagyon-nagyon ritkán, inkább csak óvodákban, vagy iskolák alsósai között, de beszélünk olyanról kifejezetten, hogy gyerekkoncert. Uh-huh. Pintér Béla koncertnek nevezik általában a meghívók, vagy adnak neki valamilyen egyéb fantázia nevet, címet, és abszolút vegyes. A közönség is, ilyen formán a repertoár is, és külön gyerekkoncertjeim nagyon ritkán vannak. Azt hagyj kérdezzem, hogy akkor, amikor elmész akár egy iskolába, ezek nagyrészt egyházi iskolák? Vagy világi iskolák is? Egyházi iskolák nagyrészt. Voltam már világi iskolában is. Mint ahogyan az egyéb szolgálataimnak is a nagy része azért keresztény közeg, de voltam már bornapon is énekelni. Meg is kérdeztem a meghívókat, hogy biztos, hogy igen. Tehát ott is volt már szolgálatom, de leginkább keresztény iskolák és gyülekezetek. És mennyire van visszajelzésed a dalaidról nem keresztény emberek felől? Van. Van, az internet az megint csak egy ilyen szempontból egy jó dolog, hogy azért belebotlanak ilyen a munkásságomba, a dalaimba. Tudatosan is van néhány olyan dalom, ennek egyik zászlós hajó, amikor a homokba írva, ami nem feltétlenül keresztény dal. Ki közvetíti az értékrendet, de nem feltétlenül. Vagy van ilyen nem, hogy női táska. Nőnapra írtunk egy dalt Lakatos Péter barátommal. Vagy van ilyen, hogy Ovis Ballagó. Sok százezren megnézik. Feltetően nem csak keresztények, hiszen egy nem keresztény embernek is
ballag a gyereke az oviból, vagy egy nem keresztény óvónő is, számtalan esetben hallok visszajelzést, hogy felhasználják. És ha tetszik a dal, akkor rákeres utána több dologra. És ez az evangelizálásnak egyfajta indirekt módja is lehet ez, hogy van egy dal, ami őt megérint, és utána nézi tovább, meg hozza föl utána a YouTube az előadóra, ugye, rákeres, akkor hozza be a többit is, és előbb-utóbb az evangéliumnál fogunk kikötni. Aha. És csak éppen ez a legfőbb célod? Nincs más célom. Aha. Hogy kérdezzem meg, hogy ebben a nagyon nehéz anyagi helyzetben lévő világban egy-egy nem is feltétlenül CD kiadás, mondjuk egy videoklip, azért ezek elég komoly dolgok. Tehát vannak olyan keresztény emberek, akik ebben segítenek, támogatnak? Vagy ez egy, amióta benne vagy két és fél évtizede, azóta ez egy állandó nehézség? A két és fél évtized az egy hosszú idő, és voltak közben ilyen projekt támogatók. Tehát állandó támogatóm nincs, hanem azt mondjuk most egy klipre, vagy egy lemeznek a anyagi részének a fedezésére voltak felajánlások, volt ilyen. De alapjában véve ez... Alapjában véve mindenki örül annak, hogy csinálod, meg mindenkinek tetszenek a dalok, de úgy igazából... Igen. De megmondom, még kérdezem azért, mert... És erről mindjárt fogunk azért még beszélgetni. Én... Nem csak én, minden keresztény ember azt gondolom nagyon fontosnak tartja a mai fiataloknak a megszólítását. Ez lózunk szinten megy mindenhol, így a fiatalok, úgy a fiatalok. Amikor már tenni kell, akár a gyülekezetben azt kell mondani, hogy jó, most elnézek egy gitáros éneket, vagy hogy valaki kahonnan játszik, akkor már nagyon sokan felháborodnak, mert annyira ma azért nem támogatják ezt az egészet. És akik meg ezt csinálják, azok mögé én azt gondolom, hogy valahogy akár egy összefogásra sokkal inkább föl kellene sorakozni az egyházaknak, a gyülekezeteknek, hogy ne egy ilyen magányos szabadságharc, vagy nem tudom mi legyen, hiszen mindannyiunk ügyét szolgáljátok. Tehát most nem is várom, hogy erre bármit mondjál, mert most mit mondjál erre, hogy persze támogatjuk. Ez a része harc. De ez nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha ez fixen tudná az ember, és az lenne a jó, ha az egyházok, meg a gyülekezetek meg mögé tudnának állni akár olyan szinten, hogy ezt reklámozzák, hirdetik, meg nem tudom mi. Tehát, mert ez a mi, tehát én látom, azért is örülök, hogy itt vagy, mert én azért az elmúlt tizenvalány évben, amit a lelkészként szolgálok, én látom azt, hogy a te dalaid, és lelkileg mit jelentenek fiataloknak. Én látom azt, hogy a kis elsős, azt mondja a hittanor a végén, hogy addig ne menjünk haza, míg a Pintér Bélának ezt is, ezt a dalát nem hallgatjuk én meg. Beszélem. És akkor mobilnet, és akkor meghallgatjuk. Igen. Tudom, mit jelentett nekem nagyon sok dalod, vagy mit jelent ma is. Tehát ez egy olyan kincs, amire azt gondolom, hogy valahogy összefogva ezt azért kéne támogatni, vagy kéne segíteni. Hogyha valakinek milyen talentumot adott az Isten, ne azzal menjen el az ideje, hogy nem tudom én milyen vizével rohangál, meg egyéb dolgokkal foglalkozik. Változott az idő, változtak az idők is, arra van igény, hogy kijöjjön egy-egy új CD, de senki nem vesz ma már kevesen. Uh-huh. Vesznek CD-t általában koncertek után, mikor van egy személyes érint, de hogy valaki mondjuk egy könyvesboltba CD-ért menjen be, vagy az interneten CD-t rendeljen, ilyen nincs. Uh-huh. Ráadásul megjelenik a CD, és akkor egyszer beszélgettem egy emberrel, nem volt túl barátságos a beszélgetés, mert megjelent CD után, régebben volt ez már, ezen már túl vagyok, megjelent CD után 3 nappal fönt volt a teljes anyag az interneten. És mondom, hát de én fél évig dolgoztam ezen az anyagon, és hát egy lemez kiadása, ott milliós tételekről beszélünk. Persze. Hogy, és akkor mondta, hogy figyelj, te elhívásod, hogy megcsináld az enyém, hogy terjessze. Hát ez nem esett annyira jól, mert szerintem ez nem így működik, ugye? Aha. És nehéz erre mit mondani, mert tényleg ez a lényege, hogy az evangélium terjedjen, és nem is, ha mész a YouTube-ra, van föl mondjuk 300 dalom, abból 30-at raktam én föl. Aha. 30 van hivatalosan föltéve, a többi az nem. Aha. Amit hagyok is, meg hát természetesen csak a nagyon elvetemülteket veszem le, ami olyan minőségű, vagy egyébek, néha sor kerül arra, hogy leveszünk dalokat, de általában nem, mert az evangélium hirdetése a cél. Aha. És akkor ez egyik fele, ugye, hogy van egy ilyen egyik fele, hogy nem az, hogy igen, csinálsz akkor CD-t, és akkor biztos, hogy 1000 darabot eladsz, és akkor fogod tudni csinálni a következőt. Egyik fele, a másik pedig az, hogy a szükségekhez képest, beszélgettünk itt az adás előtt is erről, személyesen négy szem közt, hogy a szükségekhez képest vagyunk megáldva, uh-huh. és az igényekhez képest vannak betöltve a szükségeink. És ez tényleg így van. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk emberek nem
vesznek CD-t, vagy az Isten meg megtalálja a csatornákat, hogy nem szenvedünk hiányt, vagy nincs ilyen, és nem veszítjük el emiatt mondjuk a lelkesedésünket, hogy ah, hát miért csináljam, hát nincs értékár, vagy ilyesmi. Aha. Úgyhogy ez egyelőre működőképes. Egyre nagyobb teret nyer ugye a digitális dolgok, mert meg fönt vagyunk most már a Spotify-tól kezdve az összes iTunes, mindenféle digitális platformokon. A kultúránk még nem járott Magyarországon, hogy akkor az legyen, megjelenik egy új izé, akkor én egy új lemez, akkor automatikusan én ezt ott hivatalosan megvásárolom, és akkor ez nyugaton nagyon jól működik. Nekem több vásárlóm van Angliában élő magyarok között, mint Magyarországon. Aha. Mert ott hozza ezt az ottani kultúrát, mindenki ezt csinálja, és így csinálja. Aha. Tehát ez egy jó rendszer lehet, hogyha kicsit hozzá tudunk agyban is nőni. Ezt az utat látom emberileg egyébként a jövő útjának, és a most fölnövő generáció már ebben sokkal jobban benne lesz. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen a kézzel fogható lemezt fölváltja majd ez a digitális dolog, és akkor a szerzőknek ez a része is rendben lesz. Említetted, hogy valamikor hazajön mondjuk a kislány, és vagy énekli a 70-80 évvel ezelőtti halleluja énekeket, vagy pedig a padödőt. Ez azért mutatja, hogy a zene azért változik. Ma már nem padödőt, de igen. De akkor a Flór Tomi és Tarsány, igen. Flór Tomi, meg azt mondom, én kislányom is szereti. Ugye. És hallgatjuk, és hallgatni is kell a kocsiba, amikor viszem őt az iskolába. De hadd kérdezzem meg, hogy amikor ugye dalokat írsz, akkor megvan a szöveg, az ugye állandó, meg a témája megvan, hogy ugye Istenről szól, meg az Istennek a dolgairól, de zeneileg mennyire igyekszel követni a trendeket? Tehát van egy ilyen Pintér Béla stílus, vagy mennyire? Azt láttam, hogy megjelent egy olyan ott a Országház előtt forgatott klipped is, ami nagyon fiatalos, repelős szövege igen. volt, nem tudom, milyen volt a visszajelzés, vagy mennyire figyeled itt tudatosan? Most nem azt mondom, a Despacito stílusban írjál dalokat, de ez mennyire számít? Vagy? Bármilyen stílusban írok, hogyha az célt ér. Tehát én, vannak gyerekdalaink, ami hangszerelés egy kicsit mulatós a sikeredet, például van is az a szép, akinek a szeme kék, még azt mondod igen, is. Igen. De ugye ez nem a nótát énekeljük, hanem arról szól, hogy de ez, ami kívülről látszik, és az Isten meg az érdekli, hogy a szívben mi van. És az egyik legkedveltebb gyerekdalom például az, de most ez nem annyira lényeges. A visszhang, ez mindig kétfél lehet, van egyfajta világi, és még azonban is fiatalok és idősek, és van a keresztény és a fiatalok és az idősek. Na most az a fiataloknak szóló rap dalom, az úgy a keresztények és idősek körében nem váltott ki osztatlan sikert. De nem is nekik íródott. Tehát igazából nehéz, mert hogyha azt kérdezik, hogy Pintér Béla stílus, te utaltál erre, azért milyen zenész vagyok, milyen stílusban utazom, én magam sem tudom meghatározni, mint hogy csak közvetítő anyag a zene. Tehát nem, hogy popzenész vagyok, vagy jazzzenész vagyok, vagy az főleg nem vagyok. Úgyhogy ilyen formán írok a pici óvodástól kezdve a tinédzseren át az idősekig mindenkinek. Van egy gospel lemezünk, ahol több száz éves dalokat dolgozunk fel, például keresztény dalokat. Igen, örülök, hogy minél szélesebb réteg le legyen fedve csúnya szóval, vagy csúnya kifejezéssel élve, minél szélesebb réteg meg legyen érintve és megszólítva érezze magát, és ne jelentsenek a stílusbeli különbségek, akadályokat, hanem akkor ezeket hidaljuk át. Azt a zenét szeretett, akkor olyanba éneklek neked. Nagyon egyszerű zenét szeretsz, mert pici vagy, akkor olyanba mondom el az igazságot, de minden stílusban elmondom az igazságot, amire el van bízva. Picit a zenén túllépve, egy általánosabban nézve ezt a mai kort, meg a mai fiatalokat, milyennek látottam mondjuk a mai kamaszoknak az életét? 4 gyermekes édesapa vagy, van olyan gyermeked, aki már volt kamasz, most már felnőtt, vannak akik igen. még kamasz, valaki közeledik a kamaszkorhoz. Két kicsi, a kis kamasz. Kis kamasz, az egy külön időszak, igen. És a feleségem szerint még én is az vagyok néha, tehát akkor van probléma bőven. Ebbe is megegyezünk, igen. Tényleg? Nagyon jó. Adás után beszélgessünk, még ez érdekes. Jó. Én azt látom igazából, hogy az Istenre mindenkinek szüksége van. És van, aki ezt megérzi, és van, aki nem, neki meg elmondjuk. Uh-huh. Mindenféle erőltetés nélkül, csak felkeltjük a figyelmet, csak reflektálunk valakire. Aztán ő majd eldönti. De hogyha ez a reflektálás megtörténik, és egyértelmű, és odafordítja a tekintetét, lehetetlen, hogy levegye róla. És sokat mondja, nehéz közeg, vagy ez a város nehéz város, mert itt kommunizmus volt, itt ilyen vezetés van, vagy olyan vezetés van, vagy itt. Én ezekben nem hiszek. Tehát azt látom, hogy Jézus bement, és
bár olvasunk ilyet, hogy nem tudott az ő hitetlenségük miatt adott esetben csodát tenni, de az ő üzenete az mindenkinek szólt. Tehát nem volt az, hogy meg se próbál, legalább, hogy meg se próbáljuk. Nem olyan régen szolgáltam egy keresztény iskolában, azért tudni kell a keresztény iskolákról, hogy nem feltétlenül keresztény gyerekekkel van terület. Persze. És beültettek egy dupla osztályfőnöki órára 800 fiatalt a tornaterembe. És mondták, hogy na, a testvér, akkor 2x45 perc. És hát mit mondasz ott, ez egy középiskola, ugye? 15-18. És hát tudtam azt, hogy keresztény iskola, de azt is tudtam, hogy ez igazából sokat nem jelent. Piercingek mindenütt, kék haj, rózsaszín haj, megvoltak a hangadók, ha valamit nem úgy mondtam, vagy csak nem úgy kezeltem, azonnal morajlik, 800 gyerek, mikor morajlik, az félelmetes. Azt éreztem, ezek megesznek itt. És akkor bemutatkoztam, Pinti, hogy Béla vagyok, megint csak nevetés, tehát a Béla az nem egy... Az nem egy olyan név, amivel... László Bélának hívnak. Most komolyan mondom, most az a harmadik nevem, nem, nagypapám után Béla kész vagyok. Tehát ennyi hasonló. Tehát tudod, hogy mit jelent. Tényleg? Óriási. És akkor mondtam, hogy Béla, és akkor ez a művész neved, nem, így hívnak, és akkor, ja, Istenem. És akkor elkezdek beszélni az evangéliumról, körítés nélkül. Jézusról, és amit az életemben tett, és arról, hogy ő egy valóságos, élő személy, aki szeretne beszélni veled. És elkezd őket, a személyesség elkezd őket érdekelni. Aha. És mindegy, hogy világi, fiatal, keresztény fiatal, ha személyes szintre le tudom hozni, és hála Istennek esetemben mondjuk néhány énekkel meg tudom ezt spékelni, vagy meg tudom fejelni, és ezek az énekek ráadásul az életemről szólnak, és be is vezetem, hogy azért fogok arról énekelni, mert én is segédmunkásként kezdtem, és kirúgtak az iskolába. Oda jön a tekintete. Itt van egy ember, akit kirúgtak, és én is utálok iskolába. És nem ez kell, hogy legyen a közös pontunk, de hogy én is húsvér ember vagyok, és nem ide jött egy szent, aki most elkezdi majd mondani, hogy milyen legyél, és ha nem lesz olyan, akkor meg fogsz halni. Hanem elmondom, hogy bukdácsolok, és nehézségeim vannak, és nem is magamról szeretnék most beszélni, hanem valakiről, aki viszont nem bukdácsolt, és túlment minden nehézségen, és győzött. És akkor azt mondja, hogy na hát mi ez? És az evangéliumot nem kell ilyen formában még csak modernizálni se, csak Jézusról kell tudni beszélni, és nem nyugodni addig, amíg azt nem érzi az ember, hogy ez áttört. Nem az, hogy elmondtam, azt kezdjél vele valamit, hanem én el akarom mondani. Azért elküldtek, hogy mondjam meg, esetleg fizetnek érte, nem tudom most. De hogy, hanem, hogy én el akarom, ez az életem, ezt nem azért csinálom, mert ez a munkám, én nem egy porszívó ügynek vagyok, akit megbíztak, azt el kell adni, akkor is, ha átverve érzed magad, legkevésbé érdekel, beülök a kocsimba, és elmegyek innen. Hanem fontos, hogy az életed megváltozzon, és hogy eljön ez a fordulópont. Aha. És mindig lázba jövök, mikor az evangéliumról van szó. Aha. És ez valahogy megérzik. Ha valamire fiatal, ma egy fiatal nyitott, az a hitelesség. Így van. És tudod, egy világi énekes is, nézem, hogy halott pénz, vagy a többi, ezek a srácok, el kell menni egy koncertjükre, ezek amit csinálnak, hittel csinálják, kvázi hitelesek. Most mindegy, hogy miben is, én nem feltétlenül énekelnék arról, és nem úgy, de hogy ott van a Budapest parkban sok ezer fiatal, egy halott pénz például, és akkor, és tombol rá, és egyesül a dallal, és látod rajta, hogy te jó ég. Mi az, ami megfogta? Azt mondta, ez a srác ott a színpadon hiteles. Ennyit mond. Átjött, amit csinál. Átjön, ez egy ilyen modell. Így van. Átjön, amit csinál. Keresztényként átjön, amit csinálok, vagy nem jön át? Ha nem jön át, akkor változtassak, vagy bővítsek, vagy modernizálják az eszköztáramon. Ha kell, akkor a saját korlátaimnak, meg határaimnak a szélesítésével is, mert nem magamnak élem a kereszténységemet, hanem másokért. És akkor el kell jutassam hozzájuk az evangéliumot. Az én modern zenéi minden erről szól. Abszolút egyetértek veled. Bélám. Nagyon örülök. Arra gondoltam, hogy ha össze lehetne foglalni tényleg egy szóba, hogy mi az, amire ma világnak szüksége van, az tényleg az, hogy hiteles keresztény. Tehát keresztények vannak, csak nagyon sokszor éppen ez a hitelességnek a pecsétje hiányzik róla. Nem látszik, mert azt gondolom, akkor hiteles egy keresztény ember, ha nem helyerészik el, hanem tud örülni. Tehát azért alapvetően a kereszténység az örömvallás, az evangélium. Ez így van. És ennek ragyognia kell, vagy át kell sütnie szószékről, színpadról, bárhonnan. Ez így van. És most többet nem mondok, mert az egyik dalodban, és mivel karácsony közeledik, ezért most ezt választottuk, te is fölteszed ezt a kérdést, hogy mit vársz a holnaptól. Ez a dal fog most következni, hogy azért dalba is itt legyél közöttünk, ne csak szóba. Ha mondanál egy pár szót erről, hogy ezt mikor írtad, ezt a dalt, mit fogunk látni? A 2015-ben Lásd csodát címmel megjelent karácsonyi albumom záró dala. Én még ilyen régi vágású zenész vagyok, hogy általában 10 dalt teszek egy lemezre, és elindulok valonnan, és megérkezek valahova.
Szeretek egy lemezt végighallgatni, mert annak is üzenete van, ahogy a dalok egymás után jönnek egyebek. Ma, amikor már csak trekkeket hallgatunk interneten, ez már egyáltalán nem divat, és sokan nem is tudják, miről van szó. Tehát fontos, hogy záró dal, ami föltesz egy kérdést, van néhány ilyen dalom, hogy ki vagyok én, vagy amilyen kérdés, vagy miért című dal, ami kérdéseket tesz föl, és nem is hagyja ezeket nyitva, hanem a Biblia alapján igyekszik erre választ adni. És ezt szeretném ebben a dalban is ecsetelni. És mit vársz az ünneptől, mit vársz a holnaptól, mit vársz az Istentől? Három verszaka van, így kezdődnek ezek, és elmondja, hogy az Isten mit, nem is, hogy mit vár tőled, hanem hogy mit adott. A dalban éneklek arról, hogy terítve van az asztal, és ő ül az asztal főnél. És az a feladat, hogy ülj le, hogy gyere ide, ott van a helyed, ne görcsölj ezen, gyere, ülj le, így gyönyörködj abban, amit az Isten megtett érte. Ez nagyon föl tudja szabadítani a lelket. És amikor erről éneklek, hogy ezt mondom, akkor mindegy, hogy karácsonyi dal, vagy húsvéti dal, vagy csak szimplán egy dal, vagy gyerekdal, vagy akármilyen dal, az üzenet lényege ez, az Isten mit tett érted. És ehhez képest szembesítsd ezt magadban azzal, hogy te mit vársz tőle, miről szól neked az ünnep, vesd a kettőt össze, és akkor nézd meg, és akkor találj Jézusra, és Jézusban találj magadra. Ez a dalnak is az üzenete. Most ezt a dalt fogjuk megnézni, és utána folytatjuk a beszélgetést. Csak mit vársz az ünneptől? Tudsz-e majd örülni szívedből? Várod elönt a boldogság, hiszed csak néhány lépés már. De a szíved mond, mióta vár. Mit vársz a holnaptól? Mindent megoldasz magadtól. Várod, sorsod jobb lesz talán, a terhed majd csak szűnik már. De a szíved mondd, mióta vár. Az Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember tágra nyílt, ragyogó szemmel, kik tudják, az igazság. Karácsony üzeni Krisztus vár. Karácsony üzeni Krisztus vár. Mondd csak, mit vársz az Istentől? Hiszed-e megérinthet fentről? Egészen közel jön hozzá, többet adhat, mint gondolnád. Ő az, akit a szíved régen vár. Ő az, akit a szíved régen vár. Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember tágra nyílt, ragyogó szemmel, kik tudják, mi az igazság. Az Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, mi
igazság. Karácsony üzeni Krisztus vár. Karácsony üzeni Krisztus vár. December 10-e van, és két hét múlva nagyon sokan fognak ott ülni a karácsonyfa körül, és nagyon sokan sok mindent fognak gondolni arról, hogy mi karácsonynak az igazi lényege. És ha a kedves tévénézők megpróbálják majd elmondani az igazi lényeget, akkor ezt sokféleképpen tehetik, de egy fiatal számára talán leginkább az lesz a megszólító, ha akár ezt a dalt megnézik. Nagyon fontos látni azt, hogy milyen üzenete van ezeknek a daloknak, és hogy a mai fiataloknak nem biztos, hogy az a segítség, ha próbáljuk a saját szavainkkal megértetni velük ezeket a dolgokat, hanem sokszor egy-egy dalon keresztül lehet őket elérni. És itt van egy óriási lehetőség, és erről beszélgetünk már második órája Pintér Bélával. És lassan vége az adásnak. Hagyj kérdezzek még tőled egy viszonylag nehezet. A kérdés az arról szól, hogy nagyon sok felé jársz az országba, ezernyi gyermekkel, felnőttel találkozol, de ott vagy otthon édesapaként. Édesapaként hogy látod eddig, mennyire tudtad megvalósítani mindazt, amit szerettél volna ilyen keresztény családfőként, akire rá van bízva ez a közösség? Mennyire tudtál olyan édesapa lenni, amilyet gyülekezeti vezetőt mondjuk szerettél volna a te fiatal korodba látni? Ugye mondtad, hogy hadni kell, hogy a saját ritmusában tudjon eljutni életszakaszokig a fiatal. Meg volt-e ez a te gyermekeidnek az életében? Hogy látod most magad? Tényleg nehezet kérdezem, mert az ember, amikor belekerül a főszerepbe, ilyen szempontból, vagy hát ugye, hogy rajta áll vagy bukik, és sok dolga van a gyerekeivel, akkor másképpen viszonyul értelemszerűen, mint amikor ő a gyerek. Tehát amikor az érem másik oldala fénylik föl, hogy egy ilyen költői képpel éljek, szóval kihívás. Még jó, hogy van feleség. És akkor lehet ezt így valahogyan koordinálni, meg együtt tenni. Igyekszem. Ennyit tudok mondani, hogy Pál apostol fogalmaz, hogy nem mondom, hogy elértem, de törekszem. És nem be akarok bújni bármi mögé, és nem mondom, hogy egyszerű, de próbálkozom, és igyekszem a gyerekeimnek a barátja lenni. Úgy nevelem őket, és úgy neveltük őket, és úgy vagyunk, akikre még hatással tudok lenni a négyből, aki a két felnőtt már, ők egyre kevésbé, de a kicsiknek még mindenképpen a rengeteg közös program, és a... Nálunk ez azt gondolom bevált és működik, hogy direktben talán kevésbé van megszólítva, akár az evangéliummal, akár bármivel, hanem ott élek vele, ott vagyunk, és... Ez alapján fog, a tapasztalásai alapján fogja aztán leszűrni. Uh-huh. Én nagyon fontosnak tartom, és nagyon igaznak tartom azt, hogy egy apa kép az Isten képet befolyásolja. Ez így van. Abszolút meghatározza. Nem tudok úgy a gyerekeimhez érni, úgy a gyerekeimmel beszélni, úgy, hogy ne az legyen, mert néha magamat kell visszafogni, hogy ne kezdjem el vetíteni, hogy ez hogyan néz majd ki benne ember és Isten viszonylatban. Aha. Nagyon érdekes, biztos Isten adta ezt, hogy valahogy, hogy úgy szóljak, hogy úgy fogadjak el, hogy úgy viszonyuljak, hogy úgy jelezzek, hogy neki ne legyen utána az Istennel való személyes találkozásában egy ilyen űr közben, hogy de hát az apám meg teljesen másképp csinálta. Jobban, rosszabbul, nem tudom akárhogy, de másképp. Aha. Hanem hogy legyenek rokon érzelmei, ha szabad így fogalmazni. Aha. Bár az Istennel kapcsolatban ritkán beszélünk érzelmekről, mert azt mondjuk, hogy egy tudatos döntés és egyebek, igen, de az érzelmeink is azért erősen benne vannak. Persze. És ha más nem a szeretetről, ha beszélünk, ugye. És szóval így igyekszem. Hétköznapokban jelen lenni, ott lenni.
Istenre mutatni, ennek a praktikus oldala bevonni őket szolgálatba, énekelnek a lemezeken, jönnek velem, látják, hogy hogy működik, látják a hátteret is, látják a készülésemet, megyünk együtt az autóba, látják, én nagyon izgulós vagyok, látják, hogy apa szenved, apa harcol. Tehát nem azok kimegy, és akkor jó estét Budapest, vagy akármi, hanem Istenem, ha nem raksz össze, szét fogok esni, nincs mit adnom, nincs semmi magamban, gyere. És ezt ők látják. A kicsikre már nem annyira jellemzően más ritmusú az életünk. De a két nagyobb, ők velünk éltek a színpadon, ott aludtak, számtalan felvételünk van, hogy ott alszik a gyerek a dobszerkó mellett. Aha. Mert ott húztuk magunkkal. Őket is, ők látták ennek a hátterét, és most felnőttként látom, hogy tudják, hogy miről beszélünk, hogy ki kell fizetni az árát mindennek, és a bőrükön érzik és tapasztalják. És mi volt a gyakorlat, akár a nagyobbaknál, vagy most a kisebbeknél, az ikreknél, az Isten tiszteletre való kötelező járás, vagy gyerekbiblia körös foglalkozáson? Ez fontos volt, vagy ez rájuk bíztad? Hogy csináltátok ti ezt? Fontos volt, szerettek is járni. A kicsik most nagyon szeretnek. Aha. Volt időszak, hogy nem szeretek annyira. Volt is, hogy kötelező, már pedig lemész, megmondom őszintén. Tehát ahogy ez alakult, de alapjában véve nem kényszerítettük őket ilyen formában. Magának az Isten tiszteletnek van egy menete, hogy elkezdődik a dicsőítés, és akkor a gyerekeket pedig szeretettel várjuk a gyerek Isten tiszteleten például. Aha. Általában úgy csináltuk korábban, hogy akkor maradjál benne a dicsőítésen, akkor ott legyél jelen, és akkor utána menjél le, és volt, hogy nem volt kedve, jó, de akkor maradhatsz, ha egy szava nem lesz. Egy szava nem volt. Aha. De ott maradj, csak ne kelljen lemenni. Ez sok minden függött a vasárnapiskolai vagy hittanús oktatótól. Ha az egy idősebb bácsi, akkor nem annyira, ha egy fiatalabb lány volt, akkor szívesebben. Aha. Tehát sok összetevője van ennek. Én nem gondolom, hogy csak ez lenne a záloga annak, hogy aztán ő hogyan lesz, de nagyon fontos természetesen az ilyen irányú nevelés. Ők egyébként keresztény iskolába is járnak, imával nyitnak, ott is biblia ismeret egyebek, tehát benne van a hétköznap is jobban ebben a fajta világban. Lassan zárásként még azt szeretném kérdezni tőled, hogy gondoljunk azokra is, akik talán nem feltétlenül keresztény emberként nézik ezt a műsort, soha nem lehet tudni, hogy hova jut el. Nem egyszer volt, mert valaki betelefonált, hogy totál véletlenül kapcsolt ide, de éppen ez egy megrázó beszélgetés volt, egy alkoholista férfi telefonált, vagy nem is tudta, hogy milyen adó, meg milyen műsor, de elmondta az ő bánatát, meg imádkoztunk érte. Ha valaki, és ez egy nagyon divatos dolog ma, azt mondani, hogy hát a gyermekeknek a hitbeli meggyőződését, azt majd ő eldönti, majd amikor felnőtt lesz, ezzel nem kell foglalkozni, akkor mit lehet erre mondani? Mi az, amit szerinted veszít az a gyermek, aki mondjuk 18 évesen hall először az Isten szeretetéről? Elveszíti, vagy legalábbis úgy fogalmazni, kihagyja azt a gyermeki, közvetlen, magyarázást nem igénylő Isten kapcsolatot és képet, amire csak egy gyerek képes. Jézus nem véletlenül mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyerekek. Ami már, hát 18 éves is vehetünk még kisgyereknek, de már annyira nem. Tehát látok egy 3-4 éves, 5 éves, 7 éves, 10 éves fiúcskát, leányocskát, akinek beszélek Jézusról, és ragyog a szeme. Akkor is a világi a háttér. Mert egyszerűen közel van a mennyhez. Nem szedte még szét a világ, nem érték csalódások. Ott van, Isten szeret. Szeret. Elhiszem, te jó, akkor kinyitom a szívem, tanuljunk róla egy dal, tanuljuk meg, hogy az Isten szeret. És éneklés, vidám. Ezt kihagyja. Uh-huh. Ezt kihagyja mindenképpen. És hát azokat az alapokat, amelyek ezzel a nyitott szívvel összeszedhetők. Az Isten kegyelme óriási, és be tudja ezeket pótolni. Van egy egyszerű ég, amiket tönkretett a szöcske meg a cserebogár, hogy kipótolom az esztendőket, mondja az jó az Úr. És akkor jön, és nem érzi meg ezt az ember. De mégiscsak azért jobb, és mégiscsak előremutatóbb, és mégiscsak üdvös, hát használják egy ilyen régi kifejezést, hogy gyerekként már ott legyen, hogy benne legyen, hogy nem beszélve arról, hogy a példabeszédekben olvassuk, hogy neveld a gyereket neki megfelelő módon, vesző is ugye benne van, még mikor megvénhedik, sem fog eltávozni tőle. Beszélj neki Jézusról, tanuljon meg gyerekénekeket, tanuljon meg mondókát, aranymondást nevezzük bármilyen, ige részleteket. Eszébe fog jutni 40-50 évesen. Ott voltam, mert én is így vagyok. Ott voltam, nekem Lajos bácsinak hívták a vasárnapiskolai tanítómat, és amit mondott
a Bábel tornyáról tanítás, én azzal ma szolgálok gyerekek felé. Aha. Tőle tanultam, és visszajött, és pedig évtizedekig esetleg, vagy sok évig nem volt, és egyszer csak így beugrott, hogy ezt én akkor ott. Úgyhogy jó mindenképpen minél korábban megismerkedni az igazsággal. Egyetlen egy percbe foglald össze, légy szíves, ugye a két adás végén azt, hogy mi az, amire most készülsz, milyen ünnepi szolgálataid vannak, mikor jelenik meg új CD-tek. December 24-ig minden nap megyek, szolgálok, koncertezek, készülünk az új CD-vel, már elindultak a munkálatai, ezeket húsvétra, vagy valamikor tavasz környékére tervezzük, koncerteket jövőre, egy nagy koncert tervem van, de erről most egyelőre csak ennyit. Az Ez az a nap, és egyebek még mellette, amik állandó évi, nagyobb megmozdulások, és valamikor pihenni is szeretnék jövőre. Ezek most a közeli tervek. Hazárjam ezzel, amit mondta, hogy pihenni is szeretnél. Számunkra nagyon megtisztelő volt, hogy 200 kilométerről, oda-vissza 400 kilométerről, vagy még többről Debrecenből eljöttél emiatt a műsor miatt. Megmondom őszintén, hogy így közben még egy kicsit lelkiismeret furdalásom is volt emiatt, de én nagyon, nagyon köszönöm, hogy ezzel megtiszteltél minket, is itt voltál. És a kedves tévénézőknek pedig azt szeretném mondani, hogy vannak különböző videó megosztó csatornák, hogy most ne mondjuk a nevét, ahol megtaláltuk Bélának a dalait, de ha valaki szívesen valamelyik CD-t megvásárolná, írjon nekünk, szóljon, és legyen ez mondjuk egy ajándék a kamaszoknak, a gyerekeknek, és meglátják, hogy milyen sokat fog segíteni ez is az Istennel való kapcsolatukba. És ahogy Béla mondta, ez nem egy varázsszer, ez egy eszköz. És ne hagyjuk a világnak azokat az eszközöket, amik a kezünkben vannak, hanem használjuk fel őket az Istennek a dicsőségére. Minden kedves tévénéző nevében így kívánok nektek is további áldott szolgálatot. Köszönöm szépen. Sok-sok Istentől ihletett dalt, koncertet, beszélgetést, és így várom a kedves tévénézőket a jövő héten is ide a képernyőn, amikor egy élő műsorban fogunk találkozni, és fogunk beszélgetni a közelgő karácsonyról. A viszontlátásra! Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon áttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak.